Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Június 26-a hétfő van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. Pappá szentelésének 60. évfordulója alkalmából gyémántmisét mutatott be dr. Pápai Lajos nyugalmazott megyés püspök. A szentmisén Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett. Szombat reggel újra megnyitott az Aqua Sportközpont 50 méteres medencéje. Az elmúlt időszakban a létesítmény elavult halogén megvilágítását cserélték ki ledesre. Hatalmas tömegeket vonzottak a hétvégi Szent László napok rendezvényei. A belvárosi felvonuláson és az Aranyparton is rengetegen figyelték a látványos programokat. Pappá szentelésének 60. évfordulója alkalmából gyémántmisét mutatott be a nyugalmazott győri megyés püspök dr. Pápai Lajos. A vasárnap kora esti misén Orbán Viktor miniszterelnök és felesége, illetve Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes is ott voltak. Dr. Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke köszöntőjében azt mondta, Pápai Lajos a zsoltárok szerint Istentől a hosszú élet ajándékában részesült. Gyémánt misére gyűlt össze a papság és a hívek vasárnap délután Győrben. Teljesen megtelt a Nagy Boldogasszony székesegyház, ahol ott volt Orbán Viktor miniszterelnök és felesége, Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, Derdő Péter bíboros, valamint a vármegye és a város vezető is, hogy a pappá szentelésének 60. évfordulóját ünneplő Pápai Lajost köszöntsék. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke is köszöntötte elődjét. Dr. Veres András azt mondta, Pápai Lajos a hosszú élet ajándékában részesült. Ez a gyémánt jubileum hálát és elismerést ébreszt bennünk. Hálát Isten iránt, hogy püspök atya 6 évtizedes szolgálatával gazdagította és erősítette az egyházat. Pedig 1958-ban a papságra jelentkezni nem kevés bátorságot jelentett. Visszaemlékszem a 2003-ban az egyház iskolák életben maradásáért végzett küzdelmeinkre, amelynek püspök atya bátran az élére állt. Az Istennek szóló hála mellett ezért jár az elismerés is az embernek és a püspök. A gyémánt misén az egri érsek mondta a homíliát, amiben Ternyák Csaba azt hangoztatta, 60 év szolgálata nem volt diadalmenet, szükség volt a gyémánt keménységére és tisztaságára is, amit elsősorban saját magával szemben gyakorolt, és él meg ma is a mindennapok gyakorlásában Pápai Lajos. Mai ünnepe kiváló alkalom arra, hogy mi barátai, tisztelői és hívei odaálljunk mellé, amikor Istennek hálát ad, 60 papi éve minden kegyelméért, amellyel őt elhalmozta. Tiszta életvitele és tanítása pedig testet ölt igényes beszédeiben, amelyekre mindig hűségesen készül, példát adva ezzel püspöktársainak és papjainak is. Most is rendszeresen misézik a székesegyházban és bérmál szerte az egyházmegyében. Van tehát miért köszönetet mondanunk neki, és van miért hálát adni Istennek ezen a mai ünnepen, amikor az Urat dicsérjük, aki hosszú szolgálata alatt mindig erőt adott neki a helytállásban. Övé legyen a dicsőség mindörökké. A gyémántmisés papi áldás előtt az ünnepelt Pápai Lajos megköszönte mindazok segítségét, akik életükkel, munkájukkal, tetteikkel és imádságaikkal segítették hivatását. Köszönetet mondok szüleimnek, rokonaimnak, testvéremnek és mindenkinek, aki segített eljutni az oltárig. Köszönetet mondok annak a sok papnak, akinek példája, imádsága és barátsága segített abban, hogy felismerjem az Úr Jézus hívását és kitartsak benne. Megköszönöm a papi szolgálat örömeit, de áldozatait és megpróbáltatásait is. Az Úr Jézus talán akadott legközelebb hozzá. Megköszönöm káplányaimat, titkáraimat, az egyházmegye papjainak hűségét és áldozatos munkáját, és elnézést kérek, ha valakit megbántottam. Köszönöm a szemináriumot, az iskolákat, a kollégiumokat,
Köszöntöm országunk, népünk vezetőit, és mindazt a jót, amit nemzetünkért, keresztény hitünkért és egyházunkért tesznek. Pápai Lajos 1940-ben született Győrben, 1963-ban szentelték pappá, 1991-ben nevezték ki a Győri Egyházmegye főpásztorává, majd püspökké szentelték, 2005 és 2010 között a püspöki kar alelnöke is volt. 75 éves korában 2015-ben mondott le hivataláról, utódja 2016 májusától Veres András korábbi szombathelyi püspök lett. Komoly energiahatékonysági munkálatokat követően szombaton reggel 6 órától újra megnyithatott az Aqua Sportközpont 50 méteres medencéje. Ezt a helyszínen jelentette be Győr polgármestere. Dr. Dézsi Csaba András elmondta, a medence elavult halogén megvilágítását kellett ledesre cserélni, ami jóval kevesebb energiát használ, mint a korábbi világítás. A fejlesztés a Győri Vízisport SE TAOS pénzéből valósult meg, de saját erőből is lesznek energiahatékonysági beruházások az akvában. Két nagy medence áll a úszivágyók rendelkezésére. Sportos öltözékben, de nem úszni érkezett a polgármester szombat reggel az Aqua Sportközponthoz. Dr. Dézsi Csaba András csak arra volt kíváncsi, mennyien élnek a lehetőséggel és csobbannak az újra nyitott 50 méteres medencében. Csalódnia kellett a város első emberének, mert mindössze hárman tempóztak a vízben, pedig már energiatakarékos ledes megvilágítása van a létesítménynek. Megnyitottuk az Aqua úszó centrum, sportcentrumnak a nagy medencéjét is. Ugye a sátras medence az folyamatosan nyitva állt a sportolók először, majd később aztán a úszni vágyó hobbi úszók részére is. Utána már jó pár hónappal ezelőtt sikerült megnyitnunk a gyermek tanmedencét is, és most elkészült végre az a világítás korszerűsítés, ami a medence fölött történt. LED fényforrásokra cserélték a mesterek a korábbi fémhalogén már felszerelésükkor is elavult lámpákat. Ennek az energiafogyasztása töredéke lesz, mint az előzőekben volt, a világítása viszont sokkal jelentősebb, erőteljesebb lesz. Úgyhogy mindenkit várunk szeretettel. Én most ugye 6 órától nyitva van ez a uszoda, kijöttem, 10 óra környéke van. Nem sokan vannak egyenlőre, tehát úgy tűnik, hogy a kommentekben az igény picit erősebb volt, mint a valós igény, de reméljük, hogy aztán ismételten megszeretik ezt a medencét. A polgármester szerint sajnos nem egyedi, hogy korábban energiapazarló fejlesztések valósultak meg Győrben. Dr. Dézsi Csaba András azt mondta, sok olyan dolgot örökölt meg a mostani városvezetés, amit időbe telik rendbe tenni. 2,5 évvel ezelőtt például azt mondta, hogy a OSP-nek, Olimpiai Sportparknak a tetejére és az úszoda tetejére is tegyünk napelemet, és hát az a sajnálatos tény, hogy a tetőszerkezet olyan könnyű szerkezetből építették meg, aminek a hőszigetelése is elég gyalázatos, és nem bírja el egyszerűen a súlyát a napelemeknek, úgyhogy egy olyan tartórendszert kellene fölépíteni, ami olyan komoly, mint egy új tető tulajdonképpen, amit rá kéne rakni. Úgyhogy rengeteg ilyen probléma van, hát a buszoknak például ugye az 50%-et az elmúlt 3 évben lecseréltük új buszokra, 25 éves buszok járkáltak a városba, úgyhogy így már elértük azt, hogy gyakorlatilag a buszpark az most már 10 év alá csökkent az átlag életkora. Úgyhogy van mit tenni, de nincs ezzel semmi gond, tesszük a dolgunkat. A körülmények egy kicsit nehezebbek, most nincs annyi pénz, nem áll rendelkezésünkre annyi pénz. Háború is van, ami azért az inflációt jelentősen emeli. Úgyhogy én csak azt mondom, hogy tesszük a dolgunkat, és köszönöm szépen mindenkinek a türelmét, aki tényleg objektíven ítéli meg azt a helyzetet, hogy nehezebb időkben is szépen haladunk, építettünk bölcsödét, óvodát, újítottunk fel rendelőt, tehát tesszük a dolgunkat. Az Aqua Sportközpontban az új ledes sportvilágítás TAOS pénzből készült el, de önerőből is terveznek még további fejlesztéseket. A régi fémhalogén lámpákat cseréltük ezekre a ledes reflektorokra. Ez egy sajnos egy nagyon hosszú közbeszerzési eljárás folyamán megvalósult folyamat volt, illetve még a mai építőipari helyzet se könnyítette meg a tempót, ha lehet így mondani. Ugye nagyon hosszú ideig kellett várni a lámpákra is a megrendelést követően. Ez az egyik üteme a felújításnak, ami a pályázati forrásból valósul meg. Ezen kívül lesz még napelemrendszerünk, egy 50 kW-os napelemrendszerünk, illetve a két nagymedence közti összekötő folyosó szigetelése és a hátsó öltözőknek a szigetelése fog még megvalósulni. Ezek a pályázati források és
saját forrásból is fejlesztettünk energiahatékonysági beruházásokat, hajtottunk végre épület automatizálási rendszer, szellőztető rendszer, és igazából az úszószövetség és a sportállamtitkárság javaslatait és tapasztalatait próbáltuk megvalósítani saját forrásból is. A polgármester és az üzemeltető is abban bízik, hamar visszaszoknak majd az úszni szeretők az 50 méteres medencébe, és a város vizes közegében is újra nyugalom lesz. Látványos jelmezes felvonulással kezdődött az idei Szent László napok Győrben. Miután a péntek esti fáklyás felvonulást a kedvezőtlen időjárás miatt törölték a programból, szombat délelőtt már az égiek is kegyeikbe fogadták a szervezőket és a résztvevőket. A korhűruhákba öltözött lovasok és gyalogosok a belvárostól egészen a rendezvény központi helyszínéig, az Aranypartig vonultak. A látványos felvonulást rengetegen figyelték testközelből. A Győr Plusz stábja egy mexikói rajongót meg is szólaltatott a Szent László napokkal kapcsolatban. Az egész belvárost körbejárt a Szent László király és kísérete, pontosabban annak 21. századi kiadása. Ezúttal is sokan öltöttek korhű öltözéket a Szent László napok tiszteletére, és vonultak végig az utcákon és a tereken. A felvonulást pedig rengetegen követték figyelemmel. A Szent László napok program sorozata minden évben egy kicsit más, erről beszélt az egyik főszervező, a győri ördöglovasok vezetője híradónknak. Én úgy gondolom, hogy most attól új ez az egész dolog, hogy a családokat céloztuk meg, és ahogy látjátok, példát kell mutatni, úgyhogy itt van a kisfiam, a 7 éves, meg a 10 éves kislányom is velünk, és 10 év után először leszálltam a lóról, mindenki meglepődött, hogy hol a lovam, mondtam neki, most éppen ő pihen, illetve hát ül rajta az egyik hölgy, és mondtam, hogy az a dolgom, hogy most apaként a gyerekeket kísérjem, mert minden rendezvénynek ugye a jövője az a nevezzük így a fiatalokban van. És nekik el kell jönni, élvezni kell, élmények kellenek, és akkor ez táplálni fogja őket a következő 5-10 évben, és lesz majd, aki átvegye a stafétabotot. Kisebb költségvetésből dolgozhattak idén a szervezők, ennek ellenére nagyon komoly előkészítő munka előzte meg a Szent László napokat. Szív kell hozzá. Tehát amikor az embernek kevesebb van, a háború kevesebb harcos, amikor kevesebb a költségvetés, akkor több szív kell. Több tűz, és akkor az egész működni fog. A családokról szólt főként az idei Szent László napok, ezt a fesztivál központ illetékese is megerősítette. A büdzsénk ugyan kevesebb, de a hagyományőrzők és ugye a szervezők lelkesedése az továbbra is szakadatlan. Igazi hagyományőrző és családbarát fesztivállal várjuk majd a kedves Aranypartra látogató közönséget. Gyerek és felnőtt programok egyaránt lesznek, mert lesznek lovas és gyalogos harci bemutatók, a lovagok és királylányok jelmezversenyt is megrendezzük, ahol értékes nyereményeket lehet majd kapni, többek között a Rode Orange által, Tóth Szilárd által felajánlott lovagló bérletet. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit ételekkel, italokkal és vidámsággal az Aranyparton. A belvárosi menetet egy mexikói hölgy is megcsodálta, Rosalba Martinez nagy rajongója a hagyományőrzésnek, a felvonulásról videót is küldött haza családjának. Természetesen hallottunk a fesztiválról ismerősöktől, barátoktól is. A férjem munkája miatt 3 éve itt élünk már, azóta felfigyeltünk erre a remek rendezvényre, és a hellogyor.hu-n is olvastunk róla. Mi mexikóiak büszkék vagyunk a hagyományainkra, szeretjük az ilyen beöltözős programokat, ez a fesztivál is nagyon élvezetes, nekünk felnőtteknek és a gyerekeknek egyaránt. Nagyon élvezzük az egészet. A Szent László napok központi helyszíne az Aranypart volt, ahol szombaton és vasárnap is látványos programok várták az érdeklődőket. Lovagi torna, jelmezverseny és ördöglovas bemutató is volt, közben pedig a vendéglátósok finom falatokkal várták a Szent László napokra látogatókat. 2 napig ifjú autószerelők versenyeztek Győrben, egy több mint 30 éve működő helyi autószerelő műhelyben. Magyarország már 5. éve részese a Young Car Mechanic nevű nemzetközi tanulmányi versenynek, amelynek döntőjét már tavaly is Győrben rendezték, és idén is itt tartották a végső megmérettetést. A verseny megnyitóján a Győri Szakképzési Centrum kancellárja azt mondta, öröm látni, hogy diákjaik nemzetközi szinten is kiválóan teljesítenek. Ebben a műhelyben szinte sohasem áll meg az élet, szombaton és vasárnap azonban még a szokásosnál is nagyobb volt a pörgés.
Haménfőcsanaki vállalkozás telephelyén rendezték meg a Young Car Mechanic nevű nemzetközi tanulmányi versenyt, ahol a közép-kelet-európai régió legjobb ifjú autószerelői mérték összetudásukat. A vállalatcsoport 5 éve kezdte ennek a versenynek a szervezését, nemzetközi szintre 3 éve került. A vállalatcsoport 16 országban van jelen, jelenleg 12 ország szervez regionális selejtezőket, illetve országos döntőt, és az országos döntők győztesei jelennek meg ezen a nemzetközi megmérettetésen. Szerencsénkre már második éve magyar versenyző nyeri ezt a versenyt, így mi kapjuk meg a következő évi rendezési jogot. Bízom benne, hogy ez így lesz eztán is, és ez a tradíció nem törik meg a jövőre nézve. A Győri Szakképzési Centrum kancellárja is szívesen jött el és pillantott bele a rangos megmérettetésbe. Gede Eszter szerint nagy büszkeség, hogy diákjaik minden szakmában kiválóan teljesítenek hazai és nemzetközi szintéren is. Azt gondolom, hogy minden területen gyakorlatilag kiemelkedőt nyújtanak az iskoláink, diákjaink. Nyilván Győrben az autóipar és a kapcsolódó területek azok abszolút vezetőek, de azért azt gondolom, hogy informatika, építőipar, vendéglátás, gyakorlatilag logisztika, kereskedelem, sport, tehát nem is tudnák olyan területet említeni, vagy akár a kreatív iparágak, ahol nem vagyunk. Azt gondolom, hogy évről évre egyre jobbak, és ez nagyon-nagyon büszkék vagyunk diákjainkra, oktatóinkra. A körzet képviselője arról beszélt a Győr Plusznak, hogy a házigazda vállalkozás meghatározó Ménfőcsanakon, ráadásul a cég a duális képzésben gyakorlati partnerként sokat tesz a fiatalok fejlődése érdekében. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy a Ménfőcsanaki városrész ismét egy nemzetközi versenynek adhat helyszínt, és hát egy fontos helyi gazdasági szereplő is partner ebben, egy fontos szakmai partner. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos küldetése van ezeknek a nemzetközi versenyeknek. Az adott szakmát közelebb viszik a fiatalokhoz. Most ugye itt az autószerelő szakmáról van szó, és hát népszerűsítik is minden esetben. Fiatal tehetségeket tudnak ezáltal felfedezni, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hiszen a jó szakemberre mindig szükség van, és olyan jó szakemberekre van szükség, akik szeretik is, amit csinálják, és azok a fiatalok, akik itt ma versenyeznek, ők nagyon szeretik ezt a szakmát. Az autószerelő vállalkozás vezetője szerint nagyon tehetségesek a fiatalok, a győriek pedig külön is kiemelkednek a nemzetközi kínálatból. Ez nekünk nagyon fontos, hogy 31 éves a vállalkozás, és igazából nekünk a fő tevékenység a szakképzés. Jelen pillanatban is van 63 tanulónk, főleg autós szakmába, úgyhogy nekünk ez nagyon fontos, hogy itt tudjuk megrendezni ezt a versenyt. És ez a tavalyi évben is itt volt az Európa-bajnokság, előző évben mi tanulónk lett Európa-bajnok, úgyhogy ez nekünk egy kihívás, és ez egy ünnep a mai nap, hogy itt tudjuk megrendezni ezt a nívós versenyt. A kétnapos verseny végén ismét győri győztest hirdettek. Táncos Bence a Lukács iskola diákja már 3. alkalommal nyert, bizonyítva ezzel, hogy a magyar, azon belül pedig a győri fiatal autószerelőknek nincsen párja. Hétfőn startolt a 6. gyerekegyetem. A Széchenyi István Egyetem által szervezett nyári tábor különleges programokkal várja ezen a héten is a fiatalokat. A hét témája a digitális világ és a digitális eszközök, amelyek a 21. századi mindennapokat alakítják. A program célja, hogy a gyerekek minél fiatalabb korban megismerjék a Széchenyi sokszínű és színes világát. Ezúttal nem csak a győri, de a Moson-Magyaróvári kampuszon is előadásokat hallhatnak majd az általános iskolás táborozók. Csillogó szemekkel figyelték a gyerekek a Menedzsment Kampusz nagy előadójában az első eligazításokat. Hétfőn startolt a 6. gyerekegyetem, ahol az általános iskolások megismerhetik a Széchenyi István Egyetem színes világát. Ez egy különleges helyszínen lévő különleges tábor, és azért hívjuk gyerekegyetemnek, mert a résztvevők kipróbálhatják és átélhetik azt a világot, ami majd egyetemistaként vár rájuk, és reméljük, hogy itt a Széchenyi István Egyetemen lesznek egyetemisták, ezért hívtuk életre a gyerekegyetemet 2017-ben. Idén 6. alkalommal rendezzük meg ezt a fantasztikus programot, ahol szeretnénk megmutatni azt, hogy mennyire színes az egyetemi világ itt Győrben, sőt, ellátogatnak a résztvevők Moson-Magyaróvárra is, hiszen az egyetem már nem csak Győrben ennyire változatos, színes és izgalmas programokat kínál,
Úgyhogy egy nagyon-nagyon sűrű programot tettünk össze, szerveztünk a gyerekeknek idén. Szeretnénk bemutatni azt, hogy mennyire színes az egyetem világa, mennyi mindennel foglalkozik, milyen kutatásokat tudnak megmutatni az oktatók a gyerekeknek, de mindez gyereknyelven, úgyhogy élvezzék, értsék ezeket a programokat. Az idei témánk a digitális világ, és hát tényleg azt gondolom, hogy minden kar, minden tanszék meg tudja mutatni azt, hogy a digitális világ hogyan jelenik meg a mindennapokba. Az első előadást dr. Horváth Zoltán a műszaki kar dékánja tartotta. Ráadásul napjainkban nagyon népszerű mesterséges intelligenciáról. Arról fog szólni, tehát a ChatGPT az egy nagyon jó eszköz, de arra kell használni, ami ez egy nyelvi modell, beletápláltak rengeteg szöveget, amivel egy hasonló szöveget fog generálni válaszul, mint amilyen kérdést kap. Egy hasonlót. De nem pont arra fog válaszolni mindig, roppant rossz válaszokat tud adni. Ezt szeretném a gyerekeknek megmutatni, de azt is meg szeretném nekik mutatni, ha jól használják, tehát kontrollálják az eredményeit, akkor viszont nagyon hasznos segítőtárs. A gyerekek az előadások mellett sok kreatív és sportos programon is részt vesznek a hét folyamán, de a Moson-Magyaróvári kampuszra is elutaznak majd, valamint három csoportban egy-egy projekten dolgoznak a hét folyamán, amelyet pénteken a szüleiknek, barátaiknak, társaiknak is előadnak majd. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb, kedden este 7 órakor várjuk Önöket, itt a Győr Pluszon.